Török Márk 11 éve vezette az EHÖ-köt. Sokszor sokan támadták. 2016-ban az egyetem 12 dékánja szólította fel, hogy mondjon le, de akkor is posztján maradt. Most önként mondott le az elnökségről. Utódja az EHÖ-k felügyelőbizottságának eddigi elnöke Papp Viola. Török pedig a felügyelőbizottság tagja lesz. Távozását részben a rektorváltással magyarázza. 11-es szám az még gombócból is sok. Az egyetemen általánosságban is elmondható, hogy minden tisztség megújul. Itt van egy nyári szezon, tehát azt gondolom, hogy egy ilyen hosszú ciklus után ennél ideálisabb időpont, vagy ennél ideálisabb helyzet nem állhatott volna fenn a következő belátható időszakban. Korábban azért ragaszkodott annyira a tisztséghez, mert szerinte azzal az EHÖ-k autonómiáját akarta megmutatni. A közeljövőben várhatóan jogi és kommunikációs diplomát fog szerezni. Azt a véleményt, hogy csak helyet cseréltek, és az EHÖ-kben továbbra is megmarad a befolyása, bóknak tartja. Nyilván holnap után valamekkora befolyásom lesz. Holnap után, azután pedig kicsit kevesebb. Ez egy komoly fluktuációval rendelkező szervezet. Tehát minden évben egy harmada fele a tagoknak kicserélődik. Tehát összességében én azt gondolom, hogy ez inkább egy ilyen lufiszerű valami. Nyilván a utánam következő utódok jelentős részét jól ismerem, barátságban vagyunk. Török magát sikerorientált embernek tartja, most más kihívásokat fog keresni.